Ezen túl miniszterelnöki biztos felügyeli Felcsút és térsége területfejlesztési projektjeit. A posztra Tesseli Zoltánt nevezte ki Orbán Viktor. A hivatalos értesítő szerint a biztos részt vesz a fejlesztési tervek kidolgozásában és végrehajtásában is. Vendégünk Debreceni József. Egészen pontosan tehát így hangzik az új miniszterelnöki megbízott Tesseli Zoltán posztja, hogy, vagy rangja. Etyek, valamint Szent László és Váli völgy területfejlesztésért felelős miniszterelnöki biztos. De azt ugye tudjuk, hogy bizony ebbe a térségbe tartozik a miniszterelnök szülőfajdúja is, úgyhogy innentől kezdve a hírekben már erről a miniszterelnöki biztosi posztról, vagy ezzel kapcsolatban ők úgy fognak olvasni, hogy a felcsúti miniszterelnöki biztos, vagy felcsúti fejlesztésért felelős miniszterelnöki biztos. Debreceni József a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye azon gondolkodtam, hogy érez ennyit, hogy politikailag ez borzasztóan támadható, hogy hú, hát a miniszter saját falujában már miniszterelnöki biztost is kinevez, hogy biztos, hogy politikailag ez jó lépés kell, hát hiszen ez egy támadási felület. Hát azt hiszem, hogy az az alaphelyzet most, hogy Orbán Viktor, aki általában egy magabiztos politikus, most a legutóbbi hát közvélemény kutatások fényében, meg az elmúlt hónapok eseményei nyomán, amikor sikerült újra nyilvánvalóan stabilizálni a hatalmát, most azt hiszem úgy érzi, hogy bármit megtehet. Tehát ez a kiszólás a kisvasút ügyében, hogy támadják a kisvasút, akkor Bicskéig, igen? Akkor tudom, Lovasberényig, tehát ennek a hatalmi pökhendiségnek a megnyilvánulása. Csak onnan, hogy a Váli völgy, az ugye hat, én ezt tudom, mert annak idején foglalkoztam vele, hogy volt már egy elképesztő fejlesztés még az első miniszterelnöki ciklusa idején a Váli völgyben, amelynek az egyik falúja Alcsút doboz, ahol ő született, a másik Felcsút, ahol hát most a uradalma van. Ez is abszurd, de hogyha megnézzük ennek a kinevezett biztosnak a személyét, az legalább annyira abszurd, és aztán majd visszatérhetünk a Felcsút környékével. Bicske volt polgármesteréről van szó. Hát meg a hivatalban lévő országgyűlési képviselőről van szó. Tesseli Zoltán, egyébként nem nagyon ismert a neve országos ügyekben. Tehát ő az, akinek egyébként is ez a dolga, tehát ezért választották meg az ott lakók, hogy ennek a térségnek, benne a Váli völgynek, Felcsútnak, stb. Előmozdítsa a fejlődését, tehát teljesen érthetetlen megduplázása a feladatának. Ez egyébként nem zárja ki egyik a másikat, tehát attól, hogy országgyűlési képviselő, még lehet miniszterelnöki megbízott, attól, hogy a térségnek az országgyűlési képviselője, ettől még ő koordinálhatja annak a szélesebb értelembe vett térségnek a fejlesztését, nem? Ez az egész körzeten belül három kisebb térség, tehát ez az ő... Ja, tehát az ő körzet választói körzetén belül három kisebb. Belül még pluszban kapott egy feladatot, ami nem, tehát ez irracionális, ez értetetlen. Hát ha csak nem, abból indulunk ki, hogy én picit utána néztem ennek a fideszes képviselőnek, őt az előző ciklusban a Jobbik Superman díjat akart adományozni az álláshalmozó képviselőknek, és akkor ő a fideszesek között is az első négy álláshalmozó volt, tehát akik a legtöbb jövedelmet szedték össze, a képviselősége mellett Bicske polgármestere, a megyei közgyűlés elnöke, plusz még az általános iskolai állását is megtartotta, tehát óriási jövedelmet halmozott föl. Az az embernek Feltétlenül az általános iskolai állásából nem. Igen, azt nem tudom, de mondjuk nyilván az a kicsi tétel, de hát a polgármesterség ugye összeférhetetlenné vált, a megyei közgyűlési tagságról nem lehet szó. Most én megnéztem ezt a kinevezési okmányt, és hát itt benne szerepel az, hogy államtitkári javadalmazás jár ezért, ami most 1 millió forint, lehet valamit játszani, tehát akár 1 millió 3-ig is fölmehet, plusz gépkocsi használat, plusz kafetéria, meg mindenféle egyebek, tehát az a gyanúja támad az embernek, hogy Orbán Viktor egy jó emberét, egy hűséges, megbízható emberét
tudom én, megjutalmazza, mert ő nagyvonalú ember, hogyha a közpénzről van szó, egy ilyen plusz jövedelemmel. Ez első hallásra hát rossz hiszeműnek tűnik, és én emiatt megnéztem egy picit, ha már feljöttem Miskolcra, készültem egy kicsit, és megnéztem, hogy állunk ezekkel a miniszterelnöki megbízottakkal, meg kormány megbízottakkal, meg miniszteri megbízottakkal, és hát azt találtam, nem tudtam mindent fejben megjegyezni, hogy 200 körül ez állandóan változik, és csak úgy lehet pontos adathoz jutni, hogyha közérdekű adatot kiigényli a valamilyen lap, vagy valamilyen közszereplő. Tehát 200 körül van a miniszterek, államtitkárok és helyettes államtitkárok száma, és ezen fölül még van a 444 című lapnak volt egy tavaly februári összeállítása, ahol 21 kormány biztost, 20 miniszterelnöki biztost, és közel 40 miniszteri biztost számolt össze, és hogyha ezekre ránéz az ember, akkor hát egészen nyilvánvaló, hogy itt valami hihetetlen kamu feladatokról. Miért kamu? Tehát mondjuk a turisztikáért felelni, vagy a fuvarozásért felelni, vagy adjisten a fogászat felvirágoztatását. Azért itt el lehet érni eredményeket. Ezért akkor néhányat én megnéznék szemüveggel. Azt mondja, Bakony György például az ország télre való fölkészülésért felelős miniszterelnöki biztos, tehát hogy én ide fölértem most ebbe a havas időbe, én úgy érzem, hogy ehhez részben ő is hozzájárulhatott, vagy Batta András az egységes komolyzenei koncepció kialakításáért és végrehajtásának koordinálásáért felelős miniszter, tehát egységes komolyzenei koncepció, szerintem még a Rákosi korszakban se volt ilyen. Hát egyáltalán bármi, ami művészet. El Simon Várbazár, Selmeci igen. Gabriella nyugdíjvédelmi biztos, ez ugye még a magánnyugdíjpénztári vagyon elrablásánál volt, és hogy Szijjártó is volt miniszterelnöki biztos, mielőtt külügyminiszter lett. Vagy Dajcs Tamás, aki, azt mondanom se kell, hogy ők képviselők, illetve Európai Uniós képviselő, tehát emellett, hogy az internetadó ügyében folytatott nemzeti konzultáció, Garancsi természetjárásért felelős biztos, Granasztói György, azért is érdekes, a régi MDF-es kollégám, Magyarország címerének és zászlajának használatát érintő kérdések, plusz az állami kitüntetések adományozását, viselését érintő kérdések felelős, vagy Kerényi Imre, aki a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás megalapozásával és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős miniszterelnöki biztos. Azért gondolja bele, hogy micsoda kiszúrás, ha valaki kap egy ilyen rangot, és be kell mutatkozni. Elnézést, hogy most milyen rangban? Hát én vagyok a tudatos, nemzeti, várjon egy kicsit, tehát ezt nem lehet meg. Tehát mikor az hát embernek a sajátja, akkor se lehet megjegyezni. Jó, hát ha az embert kinevezik egy ilyen biztossá, és fölvesz érte 1 millió forintot, akkor valószínűleg megtanulja. A4-es a névjegykártya? Ja, nem tudom. Szóval eléggé látszik ebből, hogy itt tényleg arról van szó, hogy havi, és ez az egész tömegét tekintve ezeknek az állásoknak, de nem mindegyikért jár pénz. Tehát van, aki ez jogszabály. Ez jogszabály szabályozza, tehát a kormánybiztos, miniszterelnöki biztos az államtitkárnak megfelelő illetményt, és az őt megillető jogadalmazásokat illeti meg. Egy emberről tudok, a Bán Lászlóról, aki a Múzeumi Negyed meg a Liget projekt kormány biztosa, ő szükségét érezte a nyilvánossággal közölni, hogy ő ezért nem vesz föl pénzt. Gondolom a többiek nem szerénységből nem közölnek ilyet a nyilvánossággal, hanem mert valószínűleg felezik. Mondjuk itt a mi emberünk esetében, aki mondom, elveszítette a vicskei polgármesterséget, meg elveszítette a megyei közgyűlési tagságot, tehát itt egész biztos, hogy egy ilyen a főnök által egy ilyen kárpótlásról van szó, természetesen a adófizetőnk pénzéből. Ez a dolog egyik oldala, a másik persze hát a felcsúti irodalom. Ezt még hadd mondjam, mert a Váli völgyet említettem, ugye hát én Orbán Viktorral rég idők óta foglalkozom, és a Váli völgy az első miniszterelnöki ciklusa idején már valami elképesztő fejlesztésen ment keresztül. Abban az évben, 2001-ben 2,7 milliárd forintot kapott a Váli völgy. Ez a legnagyobb
célzott támogatás volt abban az esztendőben. Abban az évben a vízügyre fordított teljes állami támogatásnak a 90%-a. A Váli völgy az egy nyomvat, hogy mondjam, árok, amelyik nyáron ki van száz, soha árvíz nem volt, tehát valami egészen elképesztő módon. Tehát úgy, nyomvat ároknak nem nevezném, nem akarom az ott élők érzelmeit megsérteni, de nem, szóval nem, de nem egy nem az egy, a szám, amit mondott, sokkal jobban körös, vagy egy kifejező, tisza. Hogy az egész vízügyre fordított költségnek a 90%-a. A 90%-a. Két előterjesztője volt az ügynek, a vízügyi és nem tudom, vízgazdálkodási minisztérium, amelyik a 30. helyre sorolta ezt az előterjesztést, de a belügyminisztérium volt a másik előterjesztő, Pintér Sándor, aki meg az első helyre. Titkosították a Környezetvédelmi Bizottság jegyzőként, és megkapta ezt a 90%-os elképesztő mértékű támogatást. Az ember akkor se gondolt, szóval nem tudott mire gondolni, hogy ekkora a lokálpatriotizmus, hogy miért vállalja Orbán ezt az irgalmatlan túl finanszírozását a saját környékének, és hát aztán kiderült, hogy betonelemek tömkelegét, árokra, kapubejárókra, térköveket, és hát a beszállító az a édesapjának a különböző bánya üzemei, meg betön üzemei voltak. Tehát ez már az első ciklus idején is elképesztő méreteket öltött, csak mondom most a Váli völgy kapcsán. Ez szébe jutott, értem. Lehet, hogy szociológiai kérdés inkább, vagy társadalom lélektani, nem tudom. De kíváncsi vagyok a véleményére, és innen is indítottuk a beszélgetésünket, hogy ez politikailag jó húzása, ére annyit kinevezni a saját szülőfalom és térsége fejlesztésére egy külön miniszterelnöki megbízottat, mint amekkora támadási felület ez lehet. De összességében akár a Váli völgy az előző vagy kettővel ezelőtti ciklusban kapott támogatása, mindez, ami Felcsúton van és épül, stadionostól, kisvasutastól együtt, ez nem okoz, vagy vált ki ellenérzést az emberekben, hogy na hát miért mindent arra a térségre teperünk azért, mert onnan származik a miniszterelnök, vagy pont a másik vélemény az igaz, vagy a jellemzőbb, hogy ő megbecsüli azt, ahonnan jön, nem felejti el, és bizony számára fontos a szűkebb szülőhazája, és akkor inkább ebben nyugszunk bele. Ön szerint melyik az igaz? Hát igen, valószínűleg annak idején, amit a monarchia, vagy a két világháború közti időszakban is előfordult, hogy a képviselő, vagy a miniszterelnök szűkebb pátriája felé kanyarodott a vasút, vagy mit tudom én, szilárd burkolatú utat hoztak létre, de hát fantasztikus stadiont, 7 darab nagy méretű futballpálya, köztük 2 műfüves, plusz egy fedett centerpálya, egy olyan futballakadémia, amelyik 3-4 modern épületből áll, kollégium, szakiskola, szálloda, arborétum, kisvasút, valószínűleg nem tudtam mindent felsorolni, tehát ezek esetében már ezerszer föl lehet vetni összeköttetés eszékkel, hogy legyen a két futballcsapat között is közvetlen járat, nem tudom, ezt most csak így feltételeztem hirtelen, hogy talán lesz ilyen hír is. Köszönöm szépen, hogy itt volt.